Milyen nap is van ma? Időérzékem csütörtökön mondott. Erdélyi vagyok, de kit érdekelne a származásom magam? Vagyok egy szemét, tároló mellett játszótéren szocializálódott úrfi, kivel titokban dől a szentiment, de minek is érezni, hisz a szív végül úgy is vérezni kényszerül, se állóházi és húgyszagú vizében az is elmerül, ki nem tud úszni. Azt hittem más vagyok, hogy majd szeretni fognak a nagyok, de kiderült, hogy faszt se érdekel, mikor, miért, hogyan vérzek el. Azért hisz magadban, Dix magyarban. Nem jutott nekem más, csak a periféria, meg olykor egy könnyedes kiverés, ha korábban jön haza a teriférje. Ki minek gondol, az vagyok annak. Vagyok tagja az új honfoglaló román munkavállaló hadnak, és vagyok az erdélyi báb, kint csüng még egy kis értelem, de piros-fehér sávos kendővel eltakart szemén át, tisztán látni képtelen. Nálunk Viktor Ponta, nálatok meg Ponta Viktor. Két-kétharmados impotens alak, nincs nagy különbség. Talán az én helységmér táblámon kevesebb az ékezet, de ugyanúgy éhezel. És én ugyanúgy éhezek. A rezsimed csökkens, ne a rezsit, apa fej. Tudom, anyád melléből is a szád mellett folyt el a tej, de ez a te hibád. Azt hiszed, fasza vagy, pedig tré. Nem számít se pénz, sem pedig ré. Nem számít, hogy győztes apád, győztes fia vagy, hogy a fiad már nagy NB1-es öltözőben nyomja a FIFA-t. Cukorkát kínálsz a cukorbetegnek, biciklit a béna gyereknek. Igaz, az ellátása nem lett panaszom, domborzat ilyen az ember szabadon kémlelhet. Látni a parlamentet, látni a székely lobogót a magyar zászló mellett. Nem mintha ettől nem lenne ki a faszom. Az igazat mond, ne csak a valódit, persze a frissen nyírgyebb szaga megbódít. Mondjuk ki tisztán, a voksom kéne, a voksikám. Mást mondok, haver, nyald ki a popsikám. Felcsútorló ki a bőrt Zidán belé Maradona, ha másra több mész maradt volna, az érmesén is tovább tartott volna.